Most szendvicset készítünk éppen 80 gyerek számára, akik a Városligetben a húsvéti gyerekprogramjainkon vesznek részt. Van bábjáték, kézműves foglalkozás, kincskeresés, csokikeresés. Egy művészeti közösségi helyet szándékoztunk létrehozni, lehet kiállításokat, előadásokat, workshopokat tartani. Na, ezeket a terveket borította ugye, az ukrajnai háborús helyzet, és gyakorlatilag így egy emberként döntöttünk úgy, hogy akkor kicsit más fókusszal nyitjuk meg ezt a helyet. Művészeti jellegű gyerekprogramokat szervezünk. Ez volt giroszhozó, szolárium és legutoljára szendvicsbár, úgyhogy megtartottuk ezt a nevet, annál is inkább, hogy legalább van egy cégér. Szóval bizonyos dolgokat átalakítottunk rajta, hogy ne higgyék az emberek azt, hogy itt pénzért lehet bármit venni, mert ugye itt semmiért nem kérünk pénzt. Itt található az a rész, amit mi irodahelyiségnek használunk, vagy nevezünk, van egy szállítógép, nyomtató, laptop, itt lehet használni internetet. Ez ilyen arra jó, hogyha jönnek a családok, akkor a szülők itt, amíg a gyerekekkel foglalkoznak, másik helyen addig fel tudnak készülni. Bármire szükségük van, itt maradásra, továbbutazásra. Van olyan, hogy valaki csak betér például, hogy fénymásolni szeretne, vagy szkennelni szeretne, és tök hálás, hogy akkor itt ezt meg tudja tenni. Jöttek be családok úgy, hogy a szülők szerettek volna utazást tovább szervezni, és addig mondjuk a gyerekekkel játszunk a játszósarokban. Újra lehet felezni. Igen. Tök jó, hogy eljön. Hát igen, nem is tudja megfogni. 5 nap alatt hoztuk valamennyire rendbe ezt a helyet, ami azért volt ugye nagy kihívás, hiszen ez 10 évig használaton kívül állt. A játékszobában minden játék, szőnyeg, bútor gyakorlatilag adománykét érkezett. Nagyon sok ételadományt kaptunk. Napi 10 órát nyitva vagyunk minden nap. Van egy önkéntes csapat is, akiket tudunk mozgósítani, és vagyunk szervezők, akik mi pedig beosztjuk magunkat. Az első 2,5 hétben mi is beálltunk abba az elsődleges humanitárius segítségnyújtásba, ami akkor zajlott, főleg ugye amíg nem nyílt meg a bokcsarnok. És akkor utána kezdődött el az, hogy egyre több gyerekprogram lett. Most van a legnagyobb rendezvényünk, eddig ilyen gyerekek közül ilyen 5 hét volt általában, akik jönnek a programjainkra. Eléggé organikusan alakult, hogy gyerekprogramok lesznek nálunk, ugyanis az Unima szervezett egy gyűjtést mindenféle bábos produkciók felajánlásaiból, hogy ők szervezzenek igazából az Unimán keresztül bábelőadásokat a gyerekeknek, és ehhez kerestek befogadó helyszíneket. Ebből tovább gondolva alakult ki az, hogy akkor legyenek rendszeresen gyerekprogramok nálunk. We will try to kibogozni a bogot, gobocskát. Yes, unfold ourselves. Yeah, and we don't let our hand go. A szállásadók látják, hogy ez egy ilyen probléma, hogy a gyerekek nem tudnak magukkal mit kezdeni igazából egész nap, viszont nyilván a szülők pedig elsősorban nem ezzel vannak elfoglalva, hogy ezeket a szabadidős programokat felhajtsák és keressék. Ezt hogy oldjuk meg? Én nekem tényleg az a célom, hogy picit így visszacsempészni nekik valamit a gyerekkorból, mert ők úgyis megoldják maguknak, hogy itt rohangáljanak, meg bolondozzanak, csak hogy biztosítani erre egy teret, hogy ne a szülőnek kelljen még ezzel is foglalkoznia, hogy a gyerek kiadja magából a csomó feszültséget, meg a csomó energiát, ami benne van. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy van valaki, akinek nem mindegy, és próbál bármi jobb csinálni ezeknek a gyerekeknek. Nekik nagyon hiányzik a társaság, és mivel itt minden idegen nekik, az ország, a nyelv, a hely, és ez is nagyon stressz nekik. Mi a jó részét látjuk ennek az egésznek. Hallottuk a madridi útról, hogy sokszor végigsírják az éjszakákat, meg hogy ott ilyen tartós, akár pszichológusi, vagy ilyen meseterápiás segítségre van szükség. Nálunk tényleg egy ilyen néhány órás békeszigete van.